Szeretettel köszöntünk titeket a 12. Meginten. Nagyon sajnáljuk, hogy idén nem lehettek itt élőben, és nem találkozhattunk. Annak viszont örülünk, hogy legalább ilyen formában sikerül megvalósítani ezt az alkalmat. Nagyon szépen köszönjük a támogatóinknak, hogy lehetővé tették az idei Megintnek a megvalósulását, és nagyon köszönjük az előadóknak is, hogy hozzájárultak a minőségi tartalom közvetítéséhez. Reméljük, hogy ki tudtok belőle csipegetni olyan dolgokat, amik szebbé és boldogabbá teszik ezeket a nehéz időket. És azt is reméljük, hogy jövőre élőben, úgy, mint eddig tudunk találkozni. Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket az Evangélikus Gimnáziumok immár 12. alkalommal megrendezésre kerülő népzenei találkozóján, a Meginten. Sajnos ez kicsit más, mint az előző 11 volt. Egy évvel ezelőtt már tudtunk arról, hogy valahol távol van egy vírus, amelyről úgy gondoltuk, hogy messze van ahhoz, hogy elérjen minket. A vírus azonban másképp gondolta, nagyon gyorsan eljutott hozzánk is. Nem telt el egy hónap sem a tavalyi Megint óta, és már digitális tanrendben tanítottunk, és az egész ország takaréküzemmódban működött, szinte megállt az élet. Sajnos a járvány azóta sem engedett a szorításából, nehéz próba elé állított mindannyiunkat. Nyáron egy kicsit fellélegezhettünk, de ősszel jött a második hullám, ami még mindig tart. Rossz érzés volt szembesülni azzal, hogy az idén nem biztos, hogy megtarthatjuk a Megintet. Sokáig bizakodtunk, de úgy látszott, hogy a járvány diktálja a feltételeket. A szervezők azonban mégis úgy gondolták, hogy nem szakadhat meg a 12 éve elkezdődött sorozat, és járvány ide, járvány oda, Megint lesz Megint. Mégpedig úgy, ahogy az utóbbi évben nagyon sok koncertet, színházi előadást és egyéb kulturális eseményt szerveztek online. Természetesen nem minden zajlik úgy, mint eddig, de van előadó, van népzenekar, és van egy kiváló műszaki stáb, amely előkészíti és rögzíti az eseményeket, majd elvégzi az utómunkálatokat, hogy nézhető legyen. Így tehát az evangélikus iskolák közösségeinek, zenészeknek, táncosoknak, énekeseknek nem kell lemondaniuk ebben az évben sem a programról. Hát, ha a vírus is meghátrál, látva elszántságunkat. Köszönjük a résztvevőknek, hogy elfogadták a felkérésünket, a szervezőknek pedig, hogy megvalósulhat az esemény. Nagyon remélem, hogy jövőre már személyesen köszönthetek minden résztvevőt és minden érdeklődőt itt a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Fogadják szeretettel műsorunkat, erős vár a mi Istenünk. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Sándor Ildikó néprajzkutató vagyok. Mikor ennek az előadásnak a témáját kiválasztottam, még nem is tudtam, hogy milyen napon készül el a felvétel, február 14-én Bálint napján, és ez ennek a témának egy egészen különös aktualitást ad, hiszen az elmúlt 20-30 évben Bálint, vagy ahogy még inkább manapság emlegetni szoktuk, Valentin napja, a szerelmesek napja, az angol szász hagyomány kerül lassanként be a magyar kultúrába. Én azonban nem erről fogok beszélni, hanem arról, hogy a magyar népköltészetben elsősorban, kicsit majd kitekintünk a népszokásokra is, a szerelemről hogyan szóltak annak idején. És az előadás témájához egy párosító dal idézete adja a címet: Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt. Majd a későbbiekben szó is kerül, és újra visszatérünk ennek a dalnak a szövegére. A szerelem, vagy még inkább ami mögötte van, a szexualitás, az egy ösztönös biológiai tevékenység, és azért érdemes a figyelmünkre, mert egyedül az ember és egyedül az emberi kultúra az, amely képes ezt a nagyon természeti és természetes jelenséget művészetté és kultúrává formálni, természetesen elsősorban úgy,
hogy szimbólumokat, jelképeket alkot belőle, és egy nagyon kifinomult nyelven és módon szólal meg. Hogy ezt a népművészet, a népköltészet segítségével bemutassam, több műfajt is például hozok, eredetmondákat, népszokásokhoz tartozó dalanyagot, lírai népdalt, találós kérdést, és ha nem is mondok mesét, de legalább említésre kerül a népmese is, amelynek tudjuk, hogyha van egy szegény legény és egy királylány szereplője, akkor mindenképpen egymásra találnak, és végül boldogan élnek, amíg meg nem halnak, egy nagy lakodalmat követően. Az is aktuálisra teszi ezt a témát itt február vége, március eleje idején, mert a tavaszi munkák kezdete előtt az ősz, a tél végig, a társas munkaalkalmak időszaka, illetve a farsangi időszak bizony a szerelem és a pártalálás szempontjából kiemelten fontos időszak volt. És jöjjön először egy nagyon kedves eredetmagyarázó monda, ezt el is fogom mondani, de előtt arról, hogy mi is az, hogy eredetmagyarázó monda. Ezek a rövid szövegek, amelyek egy-egy falu közösség minden tagja számára ismertek voltak, a világ dolgainak a magyarázatát adták, hogyan keletkeztek, miért olyanok, amilyenek. És nem csak a hegyek, völgyek, folyók, a természeti jelenségek, hanem a társadalom és a kultúra jelenségére is igyekeztek magyarázatot adni, természetesen hát a maguk naív módján. Mert úgy tudjátok meg, még abba az időbe, mikor az Úristen a világot teremtette, hát Ádámocska meg Évácska ott voltak a paradicsomkertbe, hanem ők akkor még nem a szájukkal lettek, hát én nem tudjátok, a hasukon volt egy kicsi ajtó, ott rakták be az ételt. Aztán, hát amikor azt ki kellett ürítsék, akkor is tudjátok mit csináltak, oda mentek a patakhoz, a beleiket kifordították, megmosták a patak vizébe, visszatették, és azt az ajtót becsukták. Hanem amikor Ádám meg Éva szétnézett a világba, látták mind az állatokat, hát a madarak, azok a csőrükkel csipegették föl az ételt. Macska, kutya, azok meg a szájukkal ettek. Na ez nagyon tetszett Ádámnak meg Évának. Hát mentek az Úristenhez, aztán kérték. Adjad, Uram Isten, nekünk is, hogy ne azon a kis ajtón kelljen az ételt betenni. Mi is ehessünk a szájunkkal. Na, jól van, legyen úgy, azt mondja az Úristen. Hanem ahhoz nekik ott azt a kicsi hasadékot be kellett, hogy varják. Azt mondja az Úristen, halljátok-e, mind a kettőtöknek adok 6-6 forintot. Menjetek el evvel a szatócsboltba, vegyetek tűt meg cérnát, aztán varjátok be a hasatokat, meglátjátok, utána tudtok ti is a szájatokkal lenni, úgy, mint az állatok. Hát fogja Ádám és Éva is a 6 forintját, indulnak a szatócsboltba, mennek, menegetnek. Hát fele úton ott egy kocsma. Ott Éva megáll előtte, azt mondja, hallod-e Ádám? Bár 3 forintért, ha mi most vennénk magunknak egy jó szájpálinkát, azt meginnánk. Nem tudnám meg az Úristen. És még mindig maradna másik 3 forintunk a tűre meg a cérnára. A Éva nem való az, nem kéne, menjünk tovább. Addig, meddig? Éva csak bement a kocsmába, 3 forintra vett pálinkát, megitta, de Ádám kint maradt, az nem ment be. Hát mennek tovább, odaérnek a szatócsbolthoz, és ki amennyi pénze volt, annyiért vett magának tűt cérnával. Hát Éva csak 3 forintra tudott venni, annak rövidebb cérna jutott. Aztán, hogy a boltból kijönnek, leültek, elkezdték bevarni a hasukat. Varják ezek, varják. Hát de mi történt? Évának. Hamar elfogyott a cérnája, mert ő csak 3 forintra vette. Hát maradott ott neki egy kicsi hasadék. Ádám meg. Varta azt a 6 forintra való cérnáját, végigért vele. De még egy darab maradt is neki, hogy az ott lógjon, és még egy görcsöt is tudott kötni a végére. Na, hát ebből vagyunk mi emberek úgy, ahogy kinézünk. Évácska, és mind aki utána jövünk, aval a csepp kicsi hasadékkal. Ádámocskának,
meg a cérna, a görcsel a végén. No, az megmaradt mind a mai napig. Aztán, hogy az eredetmagyarázó mondákról egy másik műfajra térjek át, népszokásokra, és elsősorban most a téli időszakot tekintsük át, hiszen akár a december 13-i lucázásban, akár a karácsony másnapjához kapcsolódó regülésben olyan énekes, házaló népszokásokat találunk, fiúk vagy férfi emberek házról házra járnak és termékenységet varázsolnak. Ennek az a lényege, hogy a következő esztendőre tojásban, húshaszonban, és hát természetesen gabona és szőlőtermés és bor tekintetében bőséget kívánjanak a háziaknak. Az ide idézett példa, az egy regölés szövegéből való, és mindjárt meglátjuk, hogy hogyan kapcsolódik a témánkhoz, a szerelem témájához. Mert amikor egy háznál tudták, hogy eladósorba levő lány, vagy házasulandó legény van, akkor nem csak a jószágra és a termésre kívántak bőséget, hanem arra is gondot fordították, hogy azt az eladó lányt vagy házasulandó legényt összeénekeljék avval, akiről tudták, hogy a kiszemelt párja, vagy akiről gondolták, hogy esetleg a párja lehetne. Ugye körülbelül így hangzik ez, ittes vagyon egy legény, kinek neve Jóska, itten vagyon egy szép leány, kinek neve Róza, Isten meg se mentse, kebelébe rejtse, összesöndörödjék, összepöntörödjék, mint a cicafarka. Még annál is jobban, mint a kisnyúlfarka. Hely, regőrejtem, regőrejtem, mind a kettőt összeejtem. Azaz, a szerelmes párt, vagy a leendő párt összeénekelték, hiszen a házasságot, vagy a férfi és nő egymásra találását is a termékenység gondolat körébe tartozónak vélték. Így kapcsolódik ez a téli szokásköltészet szövegeihez. És most tovább lépünk a népdalok birodalmába. Talán ez a lírai énekelt verses műfaj az, ahol a szerelem témáját a leggyakrabban és a legtöbbször megénekelték. Annak minden fajtájával a vágyakozást, a boldog és beteljesedett szerelmet, és hát természetesen a csalódást, az elhagyatottságot és a véget ért szerelem fölött érzett bánatot is. Úgy fogom bemutatni a népdalok szerelmi tematikáját, hogy mindig arra is próbálok utalni, hogy azok a szövegfordulatok, azok a képek, szimbólumok, amelyek a dalokban megjelennek, azok vajon milyen jelentést hordozhattak. És kezdjük rögtön, hiszen ez kapcsolódik még az előző témánkhoz is, ugye a termékenység kérdéséhez, hogy a szántás, vetés, cséplés, vagy egyáltalán minden, ami a gabonával, gabona munkákkal kapcsolatos, az szerelmi jelentés többlettel bírt, szerelmi szimbolikához tartozik. Nem csak a magyar népköltészetben egyébként ez a fajta szimbolikus jelentéshordozás, mert az Ószövetségben is megfigyelhető, sőt, az ógörög spíró, spíró szó egyszerre jelent szántást, és avval együtt a nemzés fogalma is evel a szóval lehetett kifejezni. Nézzük tehát a népköltési példákat. Az egyik számomra nagyon kedves szövegfordulat: ne menj rózsám a tarlóra, gyenge vagy még a sarlóra, énekli a szerelmi dal szöveg, és hadd kapcsoljam ehhez az irodalom órákon tanult és remélhetőleg mindenki számára jól ismert aranyballadát, a tengeri hántást, ahol ugyanez az aratás és az aratáshoz használt eszköz, a sarló jelenik meg, ugye Dalos Eszti a főhős személyére vonatkozóan, a legfontosabb fordulat így hangzik: deli karcsú derekában a salló, puha lábán nem teve kárt a talló, mint a búza, piros, teljes, kerek arca, maga mellyes. És hát ebből lesz egy szomorú fordulat, mint ahogy a balladákban általában
egy tragikus kimenetelű történet. Tehát a szántásvetés, cséplés általában a gabona munkák, mint a szerelem beteljesülésének, megvalósulásának a szimbólumai jelennek meg. És akkor hadd jöjjön most az a dal, amelyik az előadásunk címadója, ez énekelve fogom megmutatni, így hangzik. Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát. Folytatódik is majd, hiszen beleénekelnek egy legényt és egy leányt név szerint, és ennek köszönhetően ez egy párosító dal lesz. Ugye hasonlóan a regölésben látottakhoz, vagy hallottakhoz, megtapasztaltakhoz összeénekelték a legényt és a leányt egymással. És azt gondolom, hogy ennél a diánál már nagyon sokat nem is kell magyarázni, hogy a gyöp szántása, a gyöngy vetése és a virágszedés itt milyen fajta szerelmi szimbolikára utal. Azt azonban még érdemes hozzátennem kiegészítésként, hogy ez a furcsa lüktetésű, ilyen sántikáló, döcögős dallam, amely társul ehhez a szöveghez, ez egy úgynevezett volta dallam, ez egy reneszánsz találmány, ha szabad így mondanom, hiszen a reneszánsz találta föl azt a fajta páros táncot, amikor a férfi és a nő először testi közelségbe mehetett egymáshoz. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogy egy ilyen szöveg és egy ilyen udvarló tánc dallam egymáshoz társult, és hogy a maga korában milyen botrány volt a szoros kapcsolódásban táncoló páros, arra egy korabeli táncírónak hadd idézzem a mondatait. Azt mondja a volta táncról. Erkölcstelen bűnös tánc, a hölgyeket oly nagy szökellésre kényszerítik, hogy ha kezükkel a szoknyájukat le nem szorítják, hát akár még a térdük is kivillan. El lehet képzelni, hogy a maga korában a térdet kivillantó szoknya volt az erkölcstelenség ne továbbja. Mára nagyon messze jutottunk ettől. Nem tudom, hogy Árbó, a 16. századi táncíró vajon mit mondana a mai táncainkról. És egy szót még hadd ejtsek arról a képről, amelyik itt a szövegek mellett áll, talán sokan tudják, felismerték, ez egy jegykendő, ugye ilyen tárgyat a szerelmes leány ajándékoz, adományoz az ő kedvesének, és hogyha nagyon-nagyon tüzetesen megnézzük, akkor látjuk, hogy monogramot is találunk ezen a jegykendőn, illetve egy olyan madarat, amelyik a csőrében virágokat tartva, ő maga is szerelmi szimbólum. Tehát nem csak a vers a népdalok szövegében, hanem a szerelemmel kapcsolatos tárgyakon is szintén egy képes, szimbolikus nyelven beszéltek egykor dédszüleink idejében. Maradjunk még egy kicsit a párosító énekeknél. Azt gondolom, hogy aki Magyarországon járt általános iskolába, annak, ha nem is személyes ismerőse, Garzó Péter és Varga Julcsa, de legalábbis hallott róluk, hiszen az iskolai tananyagban párosító dalként őket szoktuk név szerint beleénekelni. Én nagyon szeretném, hogyha ez valahogy úgy történne meg, és remélem, hogy többeknek van ilyen élménye, hogy miután megtanultuk Garzó Péter és Varga Julcsa nevével ezeket a dalokat, akkor utána azokat is beleénekelnénk, akik éppen most körülöttünk vannak, hiszen eleink is így tették, a neveket ugye cserélgették, és mindig az aktuális szerelmes párokat énekelték össze egymással, és egy kevésbé ismert példát hoztam ide Zala megyéből, hogy hogy is néz ki egy ilyen párosítódal. Mindjárt el is éneklem. Széles a cserta, magas a partja, nincs olyan legény, aki átúszza. Zoli átiúszza, mégis visszaúszza, ez ám a legény. Leteszi szűrét a lova mellé, lehajtja fejét az Illus mellé. Illus jár utána, kendőt visz utána, és rosszat,
aranyrojtosat, 100 forintosat. És hát remélem, hogy eztán Zoli és Ilus helyére bekerül majd Ambrus és Enikő, Dani és Bori, éppen akiről kedvetek van elénekelni. És hogyha már említettem és példát is mutattam, hogy tárgyakkal is kifejezték a szerelmet, kevésbé úgy, mint Valentin napján, hogy szívecskés lufit vagy plüst ajándékoznak egymásnak, tárgyakban is szerelmi ajándékokat készítettek, ugye női oldalon hímeztek például keszkenőt, mert mit adhatott a férfi, a legény, az udvarló legény? Hát jellemzően női munkaeszközöket, a fonás eszközeit, a mosáshoz, vasaláshoz való eszközöket, és amit itt látunk, az egy olyan mosósulyok, amivel valószínűleg nem mentek le a patakra mosni, mert ahhoz túl szép ez a darab, de hát látjuk rajta a szív és a tulipán szimbólumot szépen kicifrázva, és ezzel is ugye a szerelem képes nyelvén beszélt, szerintem aki ezt készített, az nagyon szerelmes lehetett, és nagyon bízom benne, hogy kellő és nyitott fogadásra várt ez a tárgyas beszéd a szerelmi ajándékokról. És hogy hol és mikor tudtak dédszüleink idejében találkozni, ismerkedni, párosító dalokat énekelni, vagy éppen ezeket a díszes tárgyakat egymásnak odaadni, és aztán utána, ma úgy mondanánk, villogni vele, megmutatni egymásnak. A legfontosabb ilyen helyszín az a társas munkaalkalmak világa volt ősszel és télen, a kukoricafosztás, a tolfosztás, vagy amelyik talán a legismertebb ezek közül a fonó és a guzsajas, ahova estéről estére a lányok összegyűltek, persze némi munkát is végeztek, ugye textillel kapcsolatos munkákat fontak, hímeztek, vartak, de egyszer csak megérkeztek a legények, a férfiak, és onnantól kezdve kevésbé a munkára fordították a figyelmüket, hanem a közös játékra, a közös szórakozásra, a közös évődésre. Miket is csináltak? Hát fonóba való játékokat, például csokváltó játékot játszottak, természetesen mindig elhangzott ezekben a fonókban mese is, mert ezek a munka, amit végezni kellett, nagyon sok ideig tartott, és borzasztóan unalmas volt. Úgyhogy mindezek a szórakozási formák, ezek unaloműzőként is szolgáltak a számukra. Aztán a mesét követhette egy kis közös dalolás, és hogyha nagyon elégén beregtek a tagjaik, akkor még alkalmilag táncra is perdültek, mert azért minden falu közösségben volt egy-egy valaki, aki egy furujával vagy egy citerával valami muzsikát tudott szolgáltatni, és akkor lehetett egyet-kettőt fordulni rá. És hát mindezek közé oda kerültek azok a találós kérdések is, és egy nagy kamaszok, leányok, legények fonójában ezek a találós kérdések mindig a huncutabbak közül kerültek ki, amelyikek a témánkhoz is kapcsolódnak. Például ezek. A mennyasszony ruháját ki fordítja föl legelőbb? Vagy pedig, vajon a vőlegényen mi áll fölfelé? Aztán ennél még huncutabb, hogy mi jár legtöbbször a lábunk között. És az utolsó példám, ez már egy rímes verses formájú, fekete királyné ül a szobában, vékonyat, vastagat dugnak a likába. És gyorsan nézzük a megfejtéseket is, hogy ezek a kétértelmű huncut találósok a lehető legjámborabb dolgokkal kapcsolódnak össze, hiszen a mennyasszony ruháját a varrónő fordítja föl legelsőként, a vőlegénynek a cipőtalpában a szeg az, ami fölfelé áll, hát a lábunk között, és ez mindenkire igaz, a küszöb az, amelyik a leggyakrabban átjár, és a verses, fekete királynénk az a kályha vagy a kemence lehet. Lehet, hogy elsőre nem erre gondolt az én hallgatóságom. És ide is egy nagyon izgalmas tárgyat, egy újabb szerelmi ajándékot tettem, ennek a neve Tebe, és ez a kevésbé ismertek közé tartozik. A Palóc vidéken, a farsangi időszakban, és érdekes módon nem a már házasulandó legények és leányok közötti szerelmi tárgyi kommunikációnak a tárgya volt ez, hanem ezt kisfiúk, 5-6-7 éves kisfiúk nevében a szülők küldték 4-5-6 éves kislányoknak.
körülbelül azt jelentette a tebének az ajándékozása, az elküldése, hogy a ti lányotokat kiszemeltük a mi fiunk számára, és ha majd ők akkorára cseperednek, akkor gondoljunk arra, hogy ők akár össze is házasodhatnának. Hát ez azt a kérdést is fölveti, hogy vajon a maga korában saját választás, szimpátia, szerelem alapján döntöttek-e a házasságról, vagy csak egy korábbi időszakban a legény és leány életben volt olyan szabadságuk, hogy udvarolni legalábbis lehetett a szívük választottjának. Azt is érdemes még megfigyelni, mielőtt tovább lépünk, hogy ezen a tebén a díszítmények azok diók, sok-sok-sok aranyozott, ezüstözött dió van rajta, majd erre még visszatérünk, hogy vajon ennek mi az oka. És most nézzük meg, hogy elsősorban a népdalok szövegében a nőt, vagy a nőiességet, és a férfit, a férfias minőséget, vajon milyen tárgyak, vagy milyen cselekedetek tudták szimbolizálni, és aztán utána mindenkit arra biztatok, hogy a saját ismert népdal kincsében kezdjen el búvárkodni, és megtalálni azokat a szövegfordulatokat, ahol ezek a tárgyak, ezek a szimbólumok jelennek meg. Kétfelé választottam szét, először mondom a nőies jellegzetességeket, a nőies szimbólumokat. Ilyenek lehetnek, nagyon sok minden egyébként, ami vízzel függ össze, a kút, a vödör, aztán ugye az udvar, a kert, a kapu és az ablak, a tágabb természeti környezetből az erdő, a berek, az árok, ugye a vízből megint jön a folyóvíz, ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék, és a gyalogút formája alapján a domb és a bogja, és szintén formai hasonlóság miatt a kender szösz, és nagyon sokféle gyümölcs, elsősorban a piros színűek, mint amilyen a megy meg a cseresznye, de az alma és a szilva is, a nőiesség megtestesítője, ilyen példánk még majd jön hamarosan. És nézzük most meg a férfi szimbólumokat, a férfiakat helyettesítő képeket, a vesző, a bot, a furúja és a balta, az állatok közül a ló, a lúd, a róka és az egér, a természeti jelenségek közül az eső és a szél, érdekes módon a főzés és a háztartás női oldaláról a kanál és a fedő is, a testrészek közül a láb és az orr, és hát most találjuk meg a magyarázatot, hogy vajon a tebén miért az a sok ezüstözött és aranyozott dió van, mert a dió és a mogyoró az mindig a férfias minőséget, a férfit helyettesítette, szimbolizálta. És egy kicsit menjünk most már konkrét népdal példákhoz, hogy ezek a tárgyak, ezek a szimbólumok, a versek szövegkörnyezetében hogyan is jelennek meg. Az elalvó gyertya, vagy éppen az elguruló, sárba eső alma, az mindig a sikertelen, a megcsalt, a beteljesületlen szerelmet jelképezték, ugye, talán közismert példa, piros alma kibélyesik a sárba, ki fölveszi, nem veszi föl hiába. Egy módvai adatközlőmtől egyszer kérdeztem, hogy mi ez a szöveg, mit jelent? És mondta, hogy hát azt jelenti, hogy a szerelemmel valami rossz történt, mondja. Tehát ezek a szimbolikus tartalmak, ezek közismertek voltak a maga helyén és a maga idejében. És a sár, vagy egyáltalán minden, ami piszkos víz, zavaros víz, nem csak a sárba eső alma, szintén a tisztátlan szerelmi kapcsolat, az erkölcstelenség, vagy a szégyen kifejezésére szolgáló szimbólum lehetett, de sok eső, de sok sár, de sok legény megcsalt már. És ugye mondtam, hogy a víz, egyáltalán a vízzel kapcsolatos dolgok, azok mindig a női minőség, általában a termékenység, minden élet forrását kifejező szimbólumok lehettek. Ugyanakkor a víz merítése az egy férfias tevékenység. Ennek szép példája lehet, az udvaromon aranyvájú, udvaromon van egy vájú, abból iszik 300 jú, én vagyok a vízmerője, barna kislány szeretője.
és haladjunk tovább. Egy közismert dal, de olyan szövegekkel, amelyeket nem szoktak megtanítani az iskolában, pedig abban a pillanatban, amikor tovább énekeljük, az a tapasztalatom, hogy a fiatalok érdeklődése mindjárt megemelkedik. Ugye a Hegydunáról fúj a szél, szegény ember mindig ér, ezt a szöveget mindannyian ismerjük, meg a Jancsikás szöveget is, de hát utána jönnek a szókimondóbb fordulatok, Hegydunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér, Dunáról fúj a szél. Nem fekszem én kend mellé, úgyse leszek a kendé, Dunáról fúj a szél. Ez bizony egy kemény elutasítás. Aztán jönnek a huncutabb és kettős értelemmel bíró szövegek. Sárgatyuknak a bögye, adj egy kicsit te bőzse, Dunáról fúj a szél. Sárgatyuknak a nyaka, adj egy kicsit te kata, Dunáról fúj a szél. És aztán még humorosabban, öreg vagyok, gügyögök, a fenének se köllök, Dunáról fúj a szél. Ha egyszer-kétszer kapok én, mindjárt oda vagyok én, Dunáról fúj a szél. Láthatjuk tehát, hogy nem csak szimbólumokkal, képekkel, nagyon kifinomult módon tudtak beszélni szerelemről, vonzalomról, testi kapcsolatról, hanem szókimondó formában is, mint a hely Dunáról fúj a szél itt idézett szövegeiben. Több példát nem fogok mondani, csak annyit árulok el, hogy még ennél szókimondóbb pajzán népdal szövegeink, vagy csúlyogatás szövegeink is vannak, és egy lakodalomban, egy táncmulatságban, amikor már igazán magasra hágott a jókedv, akkor bizony ezeknek is helye volt. És végezetül nézzünk egy ismert, egy közismert dalt, illetve bővítsük még tovább azoknak a képeknek és szimbólumoknak a sorát, amelyek a szerelmet, elsősorban a testi vonzalmat, a testi kapcsolatot fejezték ki. Ugye elkezdtük a szántottam, gyöpöt vettettem, gyöngyöt dal kapcsán a szántásvetés csépléssel, ezt már ismerjük, de a kútba tekintés, és ez például a gyerekjátékdalban is megjelenik, mély kútba tekintek, aranyszálat szakítok, vagy szintén akár gyerekjátékban, akár felnőtt népdalokban, várat, kertet körbejárni, én kis kertet kelteltem, bazsarózsát ültettem, lovat legeltetni, lovamat kötöttem aranyalmafá, szomorú fűzfához, virágot szedni, talán ez a legközismertebb példa. Ritkán ugyan, de a csizmaszaggatás is előfordul. Ugye említettük már a gyümölcsszedést, és felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy a magyar paraszt ember legalábbis a népdalokban mindig éjszakai műszakban szedte azt a gyümölcsöt. Nyilván a hétköznapi életében ez nem így volt, de a dalokban, mivel ez mindig a testi szerelemre, az együttlétre utalt, ezek a gyümölcsszedések rendre, az esti időszakhoz, az éjszakához kapcsolódtak. Ugye most egy pillanatra nézzünk is oda az ismert dalra, az amalomnak nincsen köve, mégis lisztet jár, hiszen ott is úgy van, hogy ugye menjünk meggyet szedni, aztán menjünk ki a kertbe, hadd szedjünk meggyet, én megrázom, te felgyűjtöd, ketten leszedjük, aztán menjünk be a házba, ketten lefekszünk. Itt végig is viszi a szimbólumot, és kicsit szókimondóbra fordítja. Ugye említettük már a gyertya leégését, és ugye addig a házamból ki nem mész, míg három szál gyertya el nem ég. Evel a szövegpéldával arra is gondolhatunk, hogy a szerelemnek a hosszú időn át való voltára utal. Tessék gondolni egy villanyvilágítás nélküli kultúrára, életmódra, 300 gyertya leégéséhez sok-sok-sok órára van szükség, úgyhogy ennek a szimbólumon túl van konkrét jelentése is. És nem véletlenül választottam utolsó példánként az amalomnak nincsen köve kezdetűt, hiszen a malomban őrletés, a kerékforgás, a vámszedés, ugye a malomból a molnár mindig leszedi a maga vámját, amivel hát a munkáját honorálják. Ezek is mind-mind a testi szerelem képei voltak a népköltészetben.
És ha már ezt a mai előadást avval kezdtem, hogy ma Bálint, azaz Valentin napja van, a magyar néphagyományban ehhez a naphoz különösebb szokások, hiedelmek nem igazán kapcsolódtak, egyet kivéve, ez pedig az, hogy a verebek ezen a napon választanak maguknak párt. Ha figyelmesen hallgatja az ember a mostani napokban, akkor hallja, hogy a verebek bizony már az udvarló nótájukat fújják, és keresik a jövendő beléjüket, remélem, hogy mindannyian sikerrel. És bár nem Bálint naphoz kötődik, de néhány praktikát, szerelem, varázslást hadd osszak meg végezetül a kedves hallgatósággal, és arra biztatok mindenkit, hogy ezeket próbálja ki, lássuk meg, hogy mi sikerül belőle. Mert ha valaki, és ez a lányokra vonatkozik, kiszemelt magának egy fiút, és szeretné, hogy az beleszeressen, egyen meg egy almát, de nem akármilyet, olyat, amelyiknek 9 magja van. És abból a 9 alma magból a 9-et rejtse el a legénynek a zsebében. És úgy tudjátok meg, az a legény onnantól kezdve másra gondolni bizony nem tud, biztos lesz a siker és a szerelem. És ha még sincs így, vagy aki még nem tudja, hogy kit szeretne magának, az csak vegyen 3 szál gyufát, mindenikét gyújtsa, megtartsa a kezében, és nézze, hogy merre felé hajlik, merre fog az égő gyufa ellankadni, mert majd abból az irányból jön az ő szíve választottja, úgyhogy akkor csak nézni kell, hogy merről érkezik. És az utolsó praktika, amit megosztok, és érdemes kipróbálni, ha van 2 szerelmes, és ők úgy gondolják, hogy szeretnének egy életen keresztül ebben a szerelemben megmaradni, egy-egy hajuk szálát szakítsák ki, gyúrják be a pogácsa tésztába, süssék azt meg, és azt a pogácsát ketten együtt fogyasszák el. Mert onnantól kezdve az életre szóló kötést jelent kettőjük között. Hát, lehet próbálkozni, lehet megírni, hogy kinek mi, hogyan vált be ebből, és ezzel az én előadásom véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet!